8 éves voltam, amikor ez történt. Most 16 vagyok. És annak az estének az emléke még mindig él a gondolataimban. Attól félek, örökké ott fog maradni. Egy kis háttértörténet, ami fontos a következőhöz. Volt egy horror fanatikus szomszédnő, aki igazán szerette a Halloween-t. Miss Tompkins igazán szeretnivaló nő volt, imádott dekorálni ilyenkor. Az évben igazán kitett magáért a dekorációval. Fel volt díszítve az egész háza. Az ajtaja előtt egy csomó cukorka volt a vödörben. Kedvenc ghoul bábjait pedig a kertben helyezte el. Kapok vagy adok idején az ő háza volt az utolsó állomás a gyerekek számára. Csak azért is, mert ez volt a legijesztőbb mindközül. Aznap nem éreztem jól magam, így a Halloween estét az ágyban fekve betegen töltöttem. Párszor kipillantottam az ablakon Miss Tompkins háza felé, de egyszer sem vettem észre, hogy befejezte volna a mesterművét, ami egy kicsit furcsa volt. Ilyenkor szinte egész nap kint szokott lenni a kreálmányára büszkén. Tulajdonképpen az előző este óta senki sem lát. Édesanyám aggódott emiatt, mivel barátnők voltak. Bátyám könyörgött, hogy menjek el vele a kapok vagy adukozni. Megpróbáltam hazudni szüleimnek, hogy már jobban érzem magam, bár apám nem hitte el. Azt mondta, inkább maradjak itthon és segítsek cukorkát osztani. Megvacsoráztam, bevettem a gyógyszeremet, melegen felöltöztem és egy forró csokival a kezemben kiültem az apámmal a ház elé. Apámmal együtt osztogattuk az édességet a gyerekeknek. Olykor eljártak egy táncot, vagy elmondtak valami buta viccet az édességért, aztán tovább szaladtak. Miss Tompkins házát mindenki elkerülte, mivel nem volt felkapcsolva a verandáján a villany. Pár szomszéd bekopogott az ajtaján, de sohasem nyitott ajtót. Úgy gondolták, lehet, hogy csak elkapta az influenzát, mint oly sokan mások akkor. Aznap éjjel legalább 10:30-ig ott ültünk apámmal a verandán. Végül úgy döntöttünk, hogy mára ennyi, mivel már senki sem volt az utcán, és Miss Tompkins se lőtte fel a tűzijátékát, ahogy minden évben szokta. A bátyámmal kicsit tovább fenn voltunk aznap este, hogy elosszuk a cukorkát egymás között. A szüleim lefeküdtek aludni, és nem sokkal később én is. Másnap reggel, mikor felébredtem, üres volt a ház. A szüleim kint beszélgettek a szomszédokkal, hogy mi történt előző nap. Anyámnak előző este rossz érzése lehetett, úgyhogy úgy döntött, hogy felhívja a rendőrséget. Egy járőr ki is ment aznap este, bekopogtak, körbenéztek, de nem volt semmi válasz. Így úgy döntöttek, hogy továbbállnak. Aztán reggel kijött egy újabb járőr, de mielőtt bekopogtatott volna a Miss Tompkins házához, megállt a kertben és bámulta a dekorációt. Az egyik koporsóban lévő bábúhoz lépett, kicsit közelebbről megvizsgálta. Hozzáért a koporsón lévő művérhez, és kiderült, hogy nem kukoricaszirup volt. Miss Tompkins előző barátja rendkívül féltékeny volt a mostani kapcsolata miatt. Heteken át zaklatta, hogy jöjjenek újra össze, de Miss Tompkins mindig visszautasította. Elmondta neki, hogy szakítások óta jól érzi magát. Ezt a volt barátja nem vette túl jól. Halloween napján korán reggel betört a házába. Álmában elvágta a torkát. Kifestette az arcát, kivonszolta a testét a házból, és belegyümöszölte a koporsóba, mielőtt elhagyta volna a várost. Amennyire tudom, sohasem kapták el. Miss Tompkins egy jó szívű nő volt, aki csak ki akart kerülni egy rossz kapcsolatból. Végül sikerült is neki, bár nem úgy, ahogy ő ezt eltervezte volna. Mivel annyira ki volt díszítve a kertje, egy egész napba tellett, mire rátaláltak a holttestére. Ezért vigyázzatok, hogy kit engedtek az életetekbe. Vagy lehet, hogy úgy végzitek, mint Miss Tompkins. Egy halloweeni dekorációként a ghoulok között.